Na, szóval köszöntöm a nézőimet. Most az ott a 27-es vasútvonal, ami már nincs forgalom. Ezen fogok most Csajákig elmenni, az olyan kb. 9 km. Egyébként a teljes vonal az Lepsénytől Veszprémig megy. Ez egy olyan kb. 30 km, vagy hát ilyen nem olyan 35-36, de Hajmás kérdés adlakozik be a 20-asba. Úgyhogy ott már járvonat Hajmás kérik. Hát most Csajákig ezen el fogok menni, ott a 29 forintos vonalba csatlakozik, és majd azon jövök vissza. Az ott mellettünk, az a fővonal, a 30-as, ezen jöttem, ez a balatoni vonal, és itt ágazik ki ez a 27-es. Ezen így 2007 óta nincs forgalom. Maximum tehervonat. De esetenként az van, de most a forgalmistát megkérdeztem, azt mondta, hogy nem fog jönni ma. Úgyhogy vonat valószínűleg nem fogunk találkozni vonattal. Azért menjünk. Hát látszik, hogy nem mostanában járt el, de semmi, mert elég rozsdásak a sinek. Hát látszik, és itt van egy-két eléggé elkorhadt talpa is. Hát menjünk tovább. Aztán majd később még jelentkezem. Addig meg még fotózni is fogok, most már van rendes kamera is nálam. Úgyhogy ez egy kicsit jobb minőségű felvétel lesz. És nincs akkor a szél sem, most egész jó idő van. Így nem értelek, a szél sem fog bezavarni. Na, hello, majd jelentkezem. Ez itt már a kiágazás, és ugye, eddig van kihúzva a tyúkbél. Ott a villanymozdony átjelzés, és ott egy... Na, ezt felvesszük, hogy tudjuk, hogy honnan kezdtük. 295-ös szelvény. Ez igen, valószínűleg egyébként Hajmás kéren van a vége. Tehát onnastól van szelvény. Az a teljes vonal, ugye, Hajmás kért. Hát Csajág az egy olyan 21-20 körül várható. Mert a menetrendi adatok szerint 9 km. Úgyhogy hát az egy, csak egy picit hosszabb, mint a Murony Békés, amit már párszor lesétáltam, úgyhogy ez se lehet egy nagy akadály. Tengelyszámláló, de ott meg egy mókus. Nem tudom, mennyire fog látszani, de ott egy mókus. Ott van a fánál. Na most eltűnt. Na, szóval térjünk vissza az ide. Fénysorompónak a behatási pontja, ez itt kapcsolja át. Tovább. Na és itt a... Mindjárt megmutatom, hogy egy kicsit közelebb megy, vagy egy kicsit eltávolok tőle, hogy a kamera lássa. A bejárati jelzője Lepsénynek itt van. Ez az. Úgyhogy, és addig van kihúzva a tyúkbél, ez talán kihúzóvágányként a diminia használják, hát már ugye a sinek nem fényesek, úgyhogy errefele nagyon járkált már semmi. Menjünk tovább. Ja, ott van itt távolodunk el a fővonaltól, most egy ilyen nagyobb ívbe a Balaton fele megyünk az északi parthoz. Aztán ugye Csajágnál csatlakozik be a 29-es vonalba. Most első körben eddig elsétálok, aztán majd egyszer valamikor máskor a maradék 20 kilométert is. Mert ez így egybe kis is sok lenne, de így két részletbe szerintem simán lesétálható, úgyhogy haladjunk is tovább. Meg közben majd fényképezek is, aztán majd a videóba bevágom a... Na, nézzük csak. Itt az egyik sín, hát Diósgyőr 1975 és 48-as. Mellékvonalhoz képest ez nem is rossz egyébként. Ugye a síncsavaros leerősítések is látszanak, meg a talfás fája. Hát jó, akkor majd később jelentkezem. Megérkeztünk az első útátjáróhoz, fénysorompós, és szerintem még működik is. Ez még működik. És ott van egy váltó is, hát itt volt egy iparvágány kiágazás, illetve meg is van, csak valószínűleg nincs már használatban. Tehát itt ez valami, szerintem gabona ördlő, vagy tároló, vagy ilyesmi lehet itt. És ennek az iparvágánya itt ágazott ki. Ott az iparvágány bejárata. Nem úgy néz ki, mint amit mostanában használtak. Itt parkoltak kamionok is, tehát valószínűleg itt már vasúti szállítás nincs.
fővonal az arra van. De nézzék meg ezt is. Hát ez vast, ez elég vastagon felvertem árag az. Szerintem az ennyi. Erről majd fotót vágok be, csináltam. Ez pedig már ugye a fővonal tovább. Ugye, visszanézve. Ugye, arról jöttünk. Úgyhogy szerintem menjünk is tovább. Majd később jelentkezem. Második útát járunk. Ez már teljesen egy félsoron bus is. És itt van ez a piros busz, ez egy videóton külön busz, az már nem is megint. Erre meg tovább megy a kormány. És itt már betonaljas. Eddig. Meg gondolom az átjárót megcsinálták, aztán akkor lett felújítva, hogy ilyen ezért gumijellemes is kapott, és akkor ez a gumitáról, micsoda. Elég nagy zaj van benne, úgyhogy valószínűleg dolgoznak is. Meg a termelés, csak a iparvágányt nem használják. Közben föltámadt a szél is, úgyhogy most így hátszélbe látom, hogy ne zavarjon be a szélzaj. De egyébként arra megyünk. A mellékvonal a sajátossága volt még sokáig. Majdnem minden vonalnál vannak ezek a távíró oszlopok, ahol a régen a távíró vezetéket vitték ki. Hát, hogy mondjuk speciál ezt már ellopták, ezt valószínűleg eltüzelte valaki. Szépen motorfűrésszel kivágtott elég magasságba és elvitte. És arrafele sincsen sokkal több, úgyhogy valószínűleg több osztok is elhasonlított. Úgyhogy a távíró vezetéket már nagyon régóta nem használták, akkor sem, amikor üzemeltem el lépvonal. De sokkal az osztopok vezetékekkel együtt még azért megvan, de itt a következő. Szintén az osztopnak az alja az még megvan, amelyik beton, osztopnak meg már hűlt helye. Ez a 121-es oszlop. Itt egy szelvénykő, itt egy másik, 284-es szelvény. Hát az 1 kilométert már haladtunk. Már csak 86-ra kerül belül. Előre nézzük meg, hol lehet a következő oszlop. Az egyik ott volt, akkor valahol itt kell lennie. Oszlopon pedig egy 121-es volt. Valószínűleg azok is be vannak számozva, és csökkenő sorrend, de ott egy őz. Figyeljétek. Tartok, az egy őz volt. Igen, már kijöttünk lepseinkből, úgyhogy ez már az elmészet, a külterület. Már állatokkal találkozhatunk. Úgyhogy őz az nem veszélyes, csak darázsra ne találkozunk, de az ilyenkor az még nincs, 120-as. És ez sincs már meg. Jó, hát innen így legyenek. És közben csörög a telefonom, úgyhogy ezt felveszem. Jó, sziasztok! Az előbb itt szaladt át egy győz, csak mire bekapcsoltam volna a kamerát, eltűnt. Ja, és egyébként mindjárt mutatom is, hogy milyen helyzet, tehát azért nem tudom mennyire látszik, de már 2,2 km-t haladtunk a program szerint. Szerintem ugyan még nem, meg a szervények szerint is, de hát most hittjük el neki. Elvileg GPS-szel méri a távot. És a vasútállomás előtt kapcsoltam be. De hát menjünk tovább, itt most nyilagyanes a pálya. És talabig átjárós is. Úgyhogy majd, hogyha lesz valami érdemleges, akkor jelentkezek arra fele, meg szerintem egy út van, úgyhogy ott meg ott a villanypózzák mennek, ott szerintem ott lesz a következő út, de átjáróval vagy nem, majd meglátjuk. Ott volt az a gabona, tároló, vagy mit amicsoda, Lepsény határában. Ezt már elhagytuk. Arra fel ott egy templom még, ami látszik, és arról jöttünk. Úgyhogy na jó, sziasztok, majd a közelebb jelentkezem. Itt van egy nem jelölt átjáró. Se a Láskeresztel, se átjáró jelzővel nem jelölték. Valószínűleg egy illegális átjáró volt régebben. És most már csak a közút használja, úgy néz. Nem sokat, alig egy 50 métert jöttem, és mire ezt megtaláltam. Na jó, tovább. Tudtunk egy keveset, mint adon. És előttünk meg van egy felüljáró. Az ország az már az autópálya. Nagyon sok autó megy ott, úgyhogy az... Előtte egy átjáró. Fölöttünk meg egy villanyvezeték. Látszik majd a videón.
nagyon biztos is tényleg ide. Közelebb megyek, hátra úgy jobban, meg készítem. Az ampedek hangja. Nem tudom, ez elég magas oszlop, ezt én minimum 220, de lehet, hogy 400 kiló volt a sikkel. Tudod, van? Van benne amped. Néztem közben, közelebb ezt a két villanypúznát, hogy nagyobb az van írva, hogy 400 kV és paks és litér, tehát ez tényleg egy törzs hálózati rendszer és a nagy feszültség. Ez kisebb, az valószínűleg csak 120 vagy 220 kV-os. De akkor most már másszunk vissza akkor a vasúton és menjünk tovább. Ez most a sistergőzél hangozott. Van az oszlopok alatt is, összes vezetékből jön. Ami hatalmas lehet a térerősség alatta. Hát a telefont is lehetne vele tölteni. Felüljáró. Itt a vasútvonal fölött, és az ország ez már az M7-es. Elég széles is. Ott egy beépített oszlop. Egy-két oszlop még megvan, de a vezetéket szintén az oszlopokat. Most a felüljáró alatt vagyunk. A vasúton már pedig még mindig egyenes. Marzsó, Budapest 2011. Akkor járt itt már más is. És mindjárt kiérünk a felüljáróval. És itt van egyébként a megye határ. Ott láttam egy táblát, hogy Veszprém megye. Szóval mellettünk pedig most tudom, mi lehet, hogy Fejér megye. Fejér megye, mi jöttünk át Veszprémbe, vagy fordítva. 265-ös szerű, ugye 295-östől indultunk. Meg valami kocsaja. Arra meg már semmi. Felüljáró, és csak egyenesen. És egyébként még egy megállóhelyen se találkoztam, vagy állomással, pedig van. Ezen a rövid szakaszon is van. Csak úgy látszik, még nem erre, viszont ott a távolban már látszanak házak, tehát ott a következő falu, vagy város. Még egy kocsaja. Itt egy sima átadesz van alatta. Hát a pálya az meg mindig ugyanolyan. 48-as sinek talfás. Nem rossz az egyébként, tehát ilyen volt például azért Békés és Budony közötti szárnyalon is. Ugyanilyen felépítmény volt. És 60 km/h sebességet tudtak a vonatok a bezárás előtt is. Úgyhogy... mellékvonalhoz képest ez nagyon jó. Úgyhogy csak előre. Hát szerintem egy olyan 3 kilométert jöttünk, és még ott van a házra. De hát eddig semmi különösebb nem volt. Az ott viszont már biztos valami település. És ha odafele kanyarodik a vasút, akkor az is lehet, hogy megálló helye van. Ja, az pedig ott az M7-es autópálya. Mi más lenne? Másik nincs a környéken. Hát akkor tovább. Hát itt egy kurva nagy szeméttelep. És itt pedig változott már a pálya, mert most már betonaljak vannak, LX78-asok. Innestől kezdve végig. Lehet, hogy volt valami felújítás korábban, csak nem jutottak el a végéig, mert itt már betonaljak vannak, nem talpfák. És egészen ugye onnan valahol szemételettől kezdődött ez. Hát itt pedig azóta se semmit nem találtam. Viszont ott van egy kanyar, ott a távolban látszik, hogy felé veszi.
Európa is, hát jó tulajdonképpen így, mert most nincs olyan, csak így, de hát most ennyi. Nem csak most vadászok nézik ezt a videót, úgyhogy közérthetően is el kell mondani. Ja, és megint a másik irányba fúj a szél, úgyhogy most azért állok arra, hogy hallatszódjon. Vagy, tehát hogy a szélzaj ne zavarjon vele. Most megyek tovább, aztán meglátjuk, hogy mi lesz, de már lassan a fele megvan. Na, itt vagyunk ott az édesebb kanyar után. Itt errefele még mindig semmi. Viszont itt is van egy kisebb fajta folyóvíz, ami felett állt a vasút. És megint megyünk elő, de itt van egy rövid talpás szakasz, megint itt az ígyben. Tehát akkor megint kezdődik a betonaljas. Fénysorompót ellenőrző jelző. Na, ezt megnézem közelebbről. Aha, hát az optikát azt már úgy eltüntették belőle, de maga a jelző még itt van. Jóban ütte a gaz is. Van két villogó fehérded, fény is. Ez jelzi a mozdonyvezetőnek azt, hogy a fénysorompós átjárón a fénysorompón működik. Gyakorlatilag azt, hogy nyilván egyszerűen működik, csak a sorban van kötve a két villogó pirossal. És hogyha ugye valamelyik nem működik, akkor ugye ez se villog. És hogyha egyik se villog, akkor abból tudja, hogy nem váltott át pirosra, vagy nem működik, és akkor lassabban kell ott menni. Ha pedig az egyik, vagy mind a kettő ugye fehérre pislákol, akkor biztos, hogy átváltott. Ez erre való. Menjünk tovább. Akkor megint egy hosszú nyíl legyen egy szakasz jön. Nézzük, viszont a távol, mintha megálló hely lenne. Gyerünk arra. És valóban, ez itt már egy megálló hely. Itt kezdődik a peron. Még az is lehet, hogy régen állomás volt ilyen, de nem nézve. Ez egy ilyen a felső vágány. Egy ilyen kitérő. Nézzük meg. Ilyen állapotban az épület lehet, hogy lakott, lehet, hogy nem. Itt van a régi érzi állóraktár, azt már látom. Mellette meg egy focipálya. Nagyon fúj a szél most. Amúgy hideg nincsen, csak a szél támad föl. Közelebb megyek és megnézem, mi a helyzet. Ott látszik a megállóhely épülete is már. Na jó, itt most kikapcsolom, aztán majd, hogyha közelebb megyek, akkor vissza. Bejöttem ide a raktárépületbe, hát falfirkákon kívül nincs itt semmi, az pedig ott már megállóhely épülete, hát az sem úgy tűnik, mintha lakott lenne. Eléggé, erre az oldalon nézve eléggé romos állapotban van, de majd közelebb is megnézem. Nézzük már, itt vagyunk. Ez a raktár épület, hát ott egy darabban már a fal is hiányzik. Nincs itt semmi érdekes. Itt valószínűleg egy WC volt. Néhányan ma is annak használják. Itt meg. Valaki gyújtogatott is. És hát ennyi. Menjünk tovább, nincs itt semmi. Mi nem mutatta volna meg. Hoppa. Azt a mindenit. Hát a padlásra nem megyünk föl. Az jól elkolhat. Sincs semmi, csak firkák. Hello, Mr. Orosz Géza. Pogány, cigány, Batman. Jó, alakul. Ott egy luk a falon.
Ennyi a padlás, át is lehet látni. Na jó. Hát itt a másik helyiség, ami ugye valószínűleg ez volt a másik, a váróterem volt, ez meg ugye a szolgálati lakás, de ez már totál beomlott. Itt lehetett a padlás feljáró is, de hát esélytelen, oda most nem megyek föl. Ez ennyi nézik így. Hát ugye, ja, ott volt a megállóhely neve, ami már lekopott. Majd utólag bevágom, majd ez a menetrendkönyvben, és utólag bevágom, ami volt itt. Nézzük én meg itt oldalt, itt is van még egy szoba. És ide be is lehet menni. Itt nincs semmi. Érdekes. Na, ez még viszonylag, de mitől ilyen fekete a fal, azt nem tudom. De itt a nem szakadt még be a padlás. Ja, az a pincelejárat. Nyilván, hogy a villanykapcsolókat milyeneket meg már ellopták, hát ez így szokott lenni. Hát most oda most nem megyek le, egyrészt lámpám sincsen, másrészt meg ugye szerintem ott patkáron kívül más nincs. És itt lehetett amúgy szerintem a padlás feljáró is. Valahol. Hát nem megyek oda le. Szerintem szalad meg patkányok vannak ott, meg egyik se érdekel. Vasút is inszálok. Aha, és ennyi, hát jó. Na, elhagytuk magát a megállóhelyet, ami majd... Na, de majd utólag bevágom, hogy mi volt, mert most így nem tudtam megnézni. Azóta sincs tábla. De pedig van egy fénysorompós átjáró, ezt jelezte az átjáró jelző. Itt egy komolyan főúton megyünk át, aztán így, na, megmutatom a szelvénykövet, mert van itt egy 243-os. Ó, egy Ikarusz. Hát, igen, erre maradt. Kicsit előbb lettem volna, megvan. Szóval 295-öst indultunk, ez már 243-dik. Mondom, ezt jelentem, hogy a 21 és 20, vagy 210 és 200 között satszalom kb. Ugye a vasúton a szelvénykövek azok 100 méterenként vannak. Tehát így gyakorlatilag 10 ugrás egy kilométer. Közúton meg, ugye nem úgy, mint a közúton, ahol kilométerenként van egy. Na, ugye itt vagyunk az átjárónál, ismét betonaljas a pálya. Kicsit hézagos itt az ágyazat. És akkor itt van egy főút. Aztán utána megint kiérünk egy lakott területről. Ez már kezd 242-es. Ez a AS 242-es utájáró. 242-es szelvénybe. Na jó, most nem jön semmi. És ez is egy felújított átjáró, bár ugye ez nem gumi elemes, hanem ez a bodárrendszernek hívják ezt, de ennek majd utána fogok nézni. És ugye eddig tart. Ellen betonaljak, itt pedig már a kisé viseltesebbek, de hát ugye ezek elixesek, de nincs ezekkel semmi baj, hát ezek sokáig bírják talfákhoz képest. Na, akkor ennyi. Majd később még jelentkezem, de ha látjátok az út, az megint nyíl legyen esélydalabig. Itt egy fénysorompót ellenőrző jelző, ez így egészen megmaradt. Két fehér fény. Hogyha mind a kettő villog a akkor a sorompó átváltott. Ha nem, akkor nem is van. A háttérre még látszik az átjáró. Néha átmegy ott egy autó, akkor látszik, hogy hol van.
alul jöttem egyébként, úgyhogy 239-es szelvény egyébként, már így lassan, úgyhogy már ilyen 5,5 kilométernél tartok. Egyszerű matematikai 3,5 van hátra, meglátjuk. Fogok majd jelentkezni Csajágon is. És ott megint vesz egy nagyobb ívet a vasút. Ott jobb oldalra, ott látjátok. Hát nem hiszem, hogy az már Csajág, olyan közel még nem lehetek, de mindesetre ott is van valami település. Ott, de az még úgy messze távolba. Meglátjuk. Megyek tovább, aztán majd sem lesz valami, egyébként arról jöttem. Nem is lássatok, próbálom, én is iszok. Szokás szerint. Most... Ja, egyébként fácánt is, meg őszet is láttam az előbb, csak... Soha nem tud úgy összejönni, hogy akkor repüljön meg, meg ugorjon ki, amikor éppen megy a kamera is. És lefotózni se lehetne, mire bekapcsolom a gépet, addig elszalad. Úgyhogy most egy kicsit akkor itt azt ez a majdnem erdői szakaszon itt hagyom, aztán hát, ha lehet látni valami állatot. Hát eddig nem úgy tűnt, de... ...237-es szelvény, ott van. Csak mióta megy a felvétel is, már haladtam 200 métert. Úgyhogy csak előre. És itt jön mindjárt az íves szakasz. És egy kicsit bekapcsolom, ez unalmas lesz már, hogyha nem történik semmi, csak megyek előre. Ismét elérkeztünk egy talpán szakaszhoz. Itt néhol már teljesen szétrovott a talpa, mint például itt, meg hiányzik egy kis sincsaval is. Viszont itt már van egy jelző, egy fényjelző. Na szóval, úgy látszik, lefogyott ez a szal, hogy elmondom még egyszer, hogy talpás pálya. Egy pózla, és ami itt egy jelző. Ez egy előjelzőnek tűnik, főleg az EJD, az EJD az előjelzőt jelenti. Szabadon áll, mert ugye nincs előttünk vonat. Akkor ez már lehet, hogy Csajágnak az előjelzője? Hát, amiszen szerintem ahhoz még azért messze vagyunk, de majd kiderül. De esetben megyünk előre. És elvileg egy olyan, hamarosan akkor jönnie kell a főjelzőnek. Látjuk, ott viszont megint vesz egy jobb ostavasút, úgyhogy majd ott jelentkezem megint. Kaptam a kameráját és kapcsoltam is be, de hát ez ilyen gyors. Most még a kanyarban, kicsit, hogyha halkabban leszünk, akkor lehet, hogy ott megáll, és nem szalad el, és akkor le tudom direkt idehozni. Hát akkor ismét itt. Ez viszont már valóban egy bejárati jelző. De úgy tudom, hogy más állomás itt nincsen, csak sajnálom, ott van három ér. Játszik előnök, de ott vannak. Tudom, ez viszont most tűntek el. Hát biztos, hogy egy bejárati jelző. És szerintem ez már Csajág állomás bejárati jelző.
van egy felüljáró, valamiben nagyon régi fajta, korlát nélkül, na az vajon mi lehet ott? Meg fogom nézni azt is. Mindjárt. Saját állomásra lehet, hogy nagyon messze. Mindjárt ott van egy szelvénykő, mindjárt megnézem, hol tartok. 229-eset láttam legutóbb, amit figyeltem. Úgyhogy szerintem olyan 7 kilométer körül lehetek. Mindjárt közelebb érek, megnézem, hogy ez baszonyos. Ott van. Hát a kamera is látja. Szóval ez a 225-ös szelvénykő, hát akkor pontosan 7 kilométert jöttem Lepsénytől, úgyhogy világ 2 kilométeren belül van Csajág. És itt is van valami. Áteresz, vagy híd, vagy nem tudom mi ez. Őz. Biztos. Csak nem erre jön. Videóz itt, talán le lehetne az őzet fotózni esélytelen. Ha csak nem itt csődet öltött vendégeig. És azonnal ráemlennék, amint legalább, de hát ez már valószínűleg is előtt. Akár is volt ez. Korában. Ott az őz. Csak nem erre jön. De ott van a... Ott van a sasak. Ott. Jaj, csak nem merde jönni, mert itt vagyok. Itt van így megyek, lehet, hogy lejön. A másik kérdés meg az, hogy ott van. És az, hogy megyek én ide föl? Az valami most jobban érdekel. Ezen a nagy susnyáson kéne valahogy átmászni. Na jó, akkor egy videó off, aztán majd, hogyha sikerült valahogy fölmásztam, akkor onnan újra. Na, ismét itt vagyok, hát de ezen sikerült ide fölmászni. Csak némi szúrós, hogy én a susnyán kellett keresztül mászni itt, és itt még vissza is kell majd menni. Érdekes, mert itt egy felüljáró, amin nincs semmi. Se út, se vasút, de nekem vasútinak tűnik, mert azért néhány sem volt szólva, tehát szerintem ez az ágyazat kőhetet, a kavicsány. Tehát lehet, hogy ez valami régi nyomba. Valami iparvágány, amit felszedtek, nem tudom. De legalább a kilátás jó innen, ha ezért azért már megérte feljönni. Onnan jöttünk, az ott a vég, az ott a 27-esnek a nyomvonal. Majd le fogunk menni, és az ott már valószínűleg Csajág, ott a... Arrafele, mint a váltók is látszanának, csak meg jobban. Aha. Tehát szerintem az már Csajág. Még elnézhetünk esetleg, van itt valami. Mondjuk egy járható bút lefele. Ez itt. A kérdés, hogy épült ide egy felüljáró, aztán nem használják semmire, de itt valami földút. Földút vezet erre. Itt kéne, hogy valahol visszamenni, ez nem eredek. Nem tudom, mennyien szúrós akárszok valami van. Ez a felüljárónak a töltése. Majd valahogy visszamegyek. Na, szóval akkor most lássátok videóban is, hogy kell itt lemászni.
szerencsére csak holhat fák, és itt eddig nem volt sok szuklós, úgyhogy le lehet jönni viszonylag egyszerűen. Aha. Jó, nem szúl. Mondjuk így csak egy kezem maradt kapaszkodni, a másikba a kamerát fogom, de... És nem lenne jó taknyolni, mert itt van már a fényképezőgép is. De úgy látom, a neheze már megvan. Hát azért van egy szép méretes susnyás még itt. Azt meg igen. Ez szúrós. Valami megszúrt. Sikerült. Bozogot Expressnek vége. Mászlátok. Hát akkor most már, hogy visszatértünk a vonalra, akár mehetünk is előre. Az ott már csajág. És egyleg egy olyan 40 perc múlva kéne, hogy jöjjön egy vonat. Nézzük, hogy most mennyi az idő. Elkapcsolj már be. Azt hiszem, mikor jön az a vonat, ami nekünk kell. Hát még 50 perc múlva jön, hát addig még bőven van idő itt mindent megnézni. Jó, majd az állomáson jelentkezem minden egyenes út vezet befele. Csajágon vagyunk. Itt a 27-es, azaz. Ott jön be. Ott csatlakozik a 29-esbe, és szerintem az ott egy kihúzóvága, és ez már a 29-es itt. Kicsit még visszamegyek és megnézem azt a felüljárót, vagy ezt azért, hogy csatlakozik a másik oldalán vasútba. Vagy van-e arra valami nyom, mert egyébként az állomás az ott van arra. Úgyhogy majd azt is meg fogom nézni. De most nézzük még egy kicsit erre. De arra lennék kíváncsi, mert hogyha ott valami vasút volt, vagy balvágány, akkor annak nyomva. Szerencsére nem is most itt bézékennek, szóval valószínűleg csak azok járnak, vagy ami még jobb csörgők, azok meg elég hangosak ahhoz, hogy észrevegyük. Ezt már láttam minden összeveteset is, hogy ott összeveteset, és itt is van egy lesz. Tehát még errefele kéne szétnézni. Jó, majd később jelentkezem. Ismét itt vagyok. És szerintem itt ez az a törpés, a gazzal, ami ott ahhoz a felüljáróhoz vezet. Tehát itt lehetett valami. És akkor itt az a vasútvonal, az itt csatlakozhatott be ebbe a fővonalba. Itt. Ami itt jött, és valahol itt csatlakozott bele, errefele. Most nem lehet végig menni, mert teljesen benőtt a susra, és ez a nagyon szúrós fajta akác. Ezt esetleg télen lehetne, jobban, mert szerintem a susnyások akkor sem lenne kevesebb, mert most már nem
Nincs olyan régóta az nem tavasz, hogy ennyire elinduljon, de el tudni. És akkor arra fele van saját. Ez pedig már a 29-es. Jó, és az ott csajágnak a bejárati jelzője, még mindig. Akkor majd jelentkezek később. Bár szerintem most már nem megy akartak igazából. Itt az a videó, az a 27-es vonalról szólt, az annak meg már vége. Már ezt végig jártam. Jó, sziasztok. Hát annyiba változtattam meg most így a tervet, így ránézve a térképre, hogy nem csajágra fogok visszagyalogolni az állomásra, ha nem előre megyek, megyek a Balaton főkaját felső megállóhelyre, ahol szintén megáll az a vonat, amivel én visszafele megyek, mert gyakorlatilag nincs sokkal messzebb, és hát ugye nem visszafele, hanem akkor előre haladok. Idében meg pont belefér. Szemből fog jönni majd a vonat, ami még nem indult el. De azt is nagyjából tudom, hogy mikor lesz itt. Meg nekem pont szemből jön, mint amerre megyek. Így majd tudok rávigyázni. Másik meg már indult a polcáról, és pontosan jön. Egyébként Csajáktól már nincs messze Balatonnak alakja se, ott a vasúti alakotnál, és az már a Balaton. Hát ez még éppen nem, tehát innen már csak pár kilométerre van. Innestől kezdve majd akkor itt már kicsit lassabban fogok haladni, de haladok. És kb. 2 kilométerre van innen a következő megálló. Azt meg elérem. Majd jelentkezem esetleg talán még ott, ha már odaértem. Ismét itt. Most jöttem át ezen a vasúti hídon itt. Ide azért már komolyabbat építettek egy fővonalnak. Ez most is. Ugye ez a kétség között ez az icél, ez arra való, hogyha siklik a vonatok, akkor az megfogja, hogy ne menjen le a hídon. Azt hiszem valamelyik ilyen videó alatt ezt kérdezték, hogy ez mi. Ezt így elmondom, hogy ez azért van.